én soha nem rendeztem, ami arról szól, hogy milyen új formák vannak a színházban, hogy milyen új eszközök vannak. Mert ez engem nem ér, engem a világ érdekelt mindig. Tisztelt nézőink, az Opera Café magazinunk nyári szünetében az Operaház örökös tagjaival sugárzunk interjúkat. A mai alkalommal Szinetár Miklóst, az intézmény korábbi főigazgatóját, örökös tagját, rendezőjét fogjuk kérdőre. Tanár úr, meg tudja-e mondani azt, hogy a 26 itteni rendezése közül melyik nagy operaszerző hiányzik? Talán Puccini? Nem. Szerintem volt Giannis Kiki, de Donizetti. Ez teljesen hát, kimaradt. Hát, hogy nagyképű legyek, Donizettit rendeztem, de Kanadába. Kanadába az rendeztem jó. A szerelmi bájítalt. De tényleg, Magyarországon nem rendeztem Donizettit. Ezen a hosszú pályán mennyire dőlt el megrendelésre, akár a darab címe, és mennyire tudtad te magad érvényesíteni a szándékodat? Hát én egy szerencsés ember vagyok, mert döntő többségében olyanokat rendeztem, amiket magam választottam. Sőt, voltam még olyan helyzetben is, hogy azt mondtam, hogy valamire fölkértek, hogy azt nem rendezem meg, mert semmi nem jut róla eszembe. Szóval mindig csak olyanokat rendeztem, nem mindig, a túlnyomó többségében, amivel valami mondandó volt a világról, ami valami személyes volt, valami közlendőm volt, úgyhogy én nagyon szerencsés voltam a pályámon. Megrendelésre kevés darabot rendeztem, Kanadában a Donizetti szerelmi bájítalt, azt megrendelésre rendeztem, de nagyon jól szórakoztam vele. Miért csak egy Wagner címet találunk a listában? A Tannhäusert persze. Hát igen, pedig én nagyon szeretem Wagnert, a Lohengrint szerettem volna mindig megrendezni, de hát arra valahogy nem volt fogadókészség. Hát aztán másik kedvenc darabom az számomra, a Csúcs, a Mesterdalnokok. Azt is nagyon szerettem volna mindig megrendezni. De hát a Tannhäusert is nagyon-nagyon szeretem. Amikor főigazgató voltál itt, éppenséggel a Lohengrin premierben kijött. De nem te rendezted, pedig alig ha nem megtehetted volna, hanem Katharina Wagner. Igen, tudnék, én akkor úgy gondoltam, hogy a világban akkor kezdődött a színházakban ez a fajta rendezői színház, rendezői egyéniség, rendezői érdekesség, ha úgy tetszik, rendezői diktatúra. És ennek a Katharina Wagner egy nagyon érdekes személyisége volt. Ráadásul hát Richard Wagner unokája, vagy dédunokája, tehát igen. Nem közömbös, hogy az, hogy mondjam, az ő tollából volt. Na most ez az előadás, ez nem az én ízlésem szerint való volt. De én mindig mondtam azt, hogy ha valamilyen intézményt vezetek, akkor nagyon fontos, hogy 60-70%-ban olyan darabok menjenek, ami az én ízlésem, de legalább 30%-ban olyan, ami nem az én világom. Tudnék, hát ez egy nagyon nagy intézmény, és én azt kell mondanom, hogy az állam, pontosabban a közönség alkalmazottja vagyok. Tehát az, hogy 100%-ig az én ízlésem legyen, az nem megy. De amikor azt a Lohengrint bemutattam, akkor azért nagyon fontosnak tartottam, hogy rögtön utána bemutassam a Normát egy hát eléggé konzervatív előadásban. Tudni, addig, amíg Magyarországon lényegében egy opera van, addig borzasztó fontos, hogy mindenféle fajta közönségnek okozunk örömet. De most ez a Lohengrin nagyon érdekes volt, mert olyan értelemben egy állatorvosi ló, hogy a úgy nevezett és a világban zajos sikereket alató modern rendezéseknek benne volt minden előnye és minden hátránya. Az az előnye, hogy a rendezőnek jutott valami eszébe, hogy a rendező valahogy megpróbálta a történetet a mába. Egy NDK pártkongresszus. Hát igen. Na most itt mindig azon az első felvonásban remekül működött. Első felvonásban remekül működött. Azután a dolog elkezdett nem működni, azután már csak az erőszakosság volt. Azután már csak az volt, hogy minden áron a rendező rá akarja húzni a koncepcióját a darabra.
A vége pedig egy egyszerű hülyeség volt. Az, hogy hát... Egy hajléktalan. Az egy egyszerű hülyeség. De az egészet én azért vállaltam, hogy lássa a pesti közönség az eszenciáját, hogy mi megy a világban, mik vannak. Ugye ez már 2003-2004, de ha most visszamegyünk, hát nem is kicsivel tulajdonképpen, szinte 50 évvel korábbra, a rendezői pálya, az itteni rendezői pálya elejére, akkor az akkori első produkció, az Oberféle Fra Diavolo, rendező Szinetár Miklósát tudod most vállalni? Igen, én azt nagyon szerettem a rendezést is, hát hogy mondjam, nem tudom, ha ma megnézném, hogy tetszene, de akkor nagyon szerettem. Én minden darabba igyekeztem valamit a műhöz hozzátenni. Valamit magamból, valami olyat, ami még nem volt, valami újat, de annélkül, hogy a művet megerőszakoljam. Tehát én főleg azért, mert hát ugye az operában az a szerencsés helyzetem volt nekem, meg mindenkinek, hogy remek művekkel van dolgunk. Közepes darabokat, vagy gyenge darabokat a rendezőnek meg lehet, meg meg kell erőszakolni, mert valami legyen. Volt egy fura darab a listában. Jaj, buta vagyok, nem tudom a szerzőt felidézni, de Elektronikus szerelem volt a címe. Kozma József, az a Kozma József. A két szemét még mindig látom, ez a Kozma József, aki ezt a slágert írta. De aki kicsit szégyelte azt, hogy ő egy világsikerű könnyű zenei szerző is, írt egy ilyen nagyon modern elektronikus operát, amiben hát ilyen robó volt, robotember. Na most azt megrendelésre rendelt, Nádasdy Kálmán megkért, hogy rendelte. De ez nem a Vladimir Kozma nevű zeneszerző, ugye? Nem, ez József Kozma. Okay. József Kozma. A két szemét, tarirari, tarirariram, tarirari, ez a Kozma József. Akinek egyébként van egy nagyon szép kantátája, aminek az a francia címe, hogy Lécanu, a selyemszövők, az a lioni selyemszövő lázadásról szól, az egy nagyon erőteljes, szép darab. Szóval te már 63-ban az elektronikus szerelemből rendeztél operát itt. Igen. Érdekes lehetett. Igen. De hát elmondok egy ilyen rémes anekdótát, de hát ez igaz, és egy kicsit erre az egészre, hogy hát zenekari próba volt, és Blum Tamás dirigálta. Egy nagyszerű ember volt, és valami vita tört ki a Blum és a koncertmester között, mert valamelyik hangszeren, valamelyik kotta másképp volt lemásolva, mint a partitúrában. Partitúrában azt hiszem szerepelt kereszt, a kottában nem szerepelt, szóval valami zűr volt, és vitatkoztak. És Nádasdy Kálmán az igazgató rendkívül ideges lett, mert azt mondta, hogy elő ide jön Franciaországból, akkor még egy olyan világ volt, hogy jön egy nyugati zeneszerző, hát az egy nagy esemény. Ide jön, és hát botrány lesz, hogy itt rosszul másolják a kottákat, meg micsoda opera, stb. Megjött Kozma, próba, Nádasdy izgatottan hozta össze, kérem, mester, ne izguljon, mi tökéletesen játsszuk el a darabját, de van itt egy kis félreértés, a vezér szólam, tehát a partitúra és a hangszeresek kottája között, kérem, dönts el, hát van itt kereszt, vagy nincs kereszt? Oda ment, megnézte, és azt mondta, mindegy. Szinetár Miklós közel 70 éve van ezen a pályán, több mint 190 alkotás köthető a nevéhez, 3 földrész 11 országában lehetett előadásait látni, 67 éve állt először az Erkel Színház színpadán. 1949 őszén ezt a színházat a János Vitézzel nyitották meg. Sárdi János volt a János Vitéz. És Szinetár Miklós első éves rendezőhallgató statisztált a darabba, és körülbelül onnan én kiabáltam be Sárdi Jánosnak, hogy vigyázz, Jancsi! Az első éves rendezőhallgatóból aztán az ország egyik legismertebb művésze lett. Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színházi opera, tévé és filmrendező.
érdemes és kiváló művész, örökös tag. Korábban a Magyar Állami Operaház főigazgatója és a Magyar Televízió egykori elnök helyettese is volt, továbbá tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Generációk nőttek fel színházi és televíziós rendezésein. Az operák, amelyeket színpadra állított, a Magyar Televízió által minden háztartásba eljuthattak. Mindig egy cél vezérelte, hogy a világról alkotott gondolatait közvetíthesse. A zeneiség végigkövette egész szakmai pályáját. Amikor a személyes választásodon múlott a darab eldöntése, akkor hova húz a szíved legelőször? Mert ahhoz képest nagyon, nagyon széles, tehát nem tudom, szinte minden szerzőtől egy-két cím van, tehát következésképp nagyon sok szerző van. Nehéz eldönteni abból a listából, hogy ki az igazi kedvenc. Hát Mozart. Nekem Mozart az alfa és az omega. Tulajdonképpen az lett volna az álmom, hogy hát, hogy mind az öt Mozart operát megrendezzem. Ez én nagyon-nagyon, én ezt borzasztóan szeretem, hogy nagyképű legyek, úgy érzem, hogy értem, úgy érzem, hogy a szerzővel egy hullámhosszon vagyok. Mozart mellett, akit nagyon szeretek, hát mondtam Wagner, de nagyon Muzolckit, a Boris Godunovot, hát azt magam választottam, azt egy csodálatos remek műnek tartom. De hát egyszer megrendeztem volna, már nem hiszem, hogy tudom a Hovancsinát is, ami egy remek mű. Hát a harmadik ilyen kedvencem az Kodály. Én a Székely Fonót egy csodálatos remek műnek, egyedülálló remek műnek. 65-ben rendezted meg, Kodály még élt. Kodály még élt. De csak két év, és már meghalt. Meg tudta ő még ezt nézni, és jelen volt? Nekem a következő kalandom volt, ahol a darabból is Kodályát. Kodály, hogy felvágjak, engem nagyon kedvelt. A Hári filmemet is, ezt a Székely Fonót is. És egy próbanap bejöttem ide a színházba, és azt mondta a művészeti portál, a portás, hogy ezt hagyta önnek a Kodály úr. És kinyitottam, és egy kotta volt benne, a Te túl rózsám, Te túl című, hát a világ zeneirodalmának egyik legszebb darabja. Na most én ezt mindig példaként szoktam mondani, hogy a Kodály ezt azért írta, mert akkor halt meg a felesége, az Emma néni. Ez egy gyászdal, ez egy gyönyörű gyászdal, és úgy van meghangszerelve, hogy a darab tele van Debussy-s harmóniákkal. Tudjuk, a Kodály Emmának hosszú évekig volt kapcsolata Debussy-vel. Tehát ez egy olyan sírató, ami egyszerre tud emlékezni az imádott volt feleség barátjára, és ami nagyon fontos, Európára. Szóval, hogy mondjam, szoktam volt mondani, hogy a nagy emberek azok egyszerre tudnak nagyon magyarok és nagyon európaiak lenni. Mindig szoktam idézni a négy ökrös szekeret, a Petőfit, ez a kedvenc versem, zseniális, irónia, szóval egyáltalán Petőfi. Pedig egy zsáner vers, tehát. De ez zseniális, hát az egész kezdése, ahogy ironizál a vidéki gőggel, hogy nem Pesten történt, szóval leszólja ez, de nem ez a szép, hanem azt írja Petőfi, hogy Kalmár szellőjár. Mi az, hogy Kalmár szellő? És a hülyeség, hogy lehet a szellő Kalmár? Nincs semmi értelme. Kivéve, ha ez fordítás. Tudnék, az angol tradewindnek, annak már van értelme, mert az Anglia egy kereskedő ország volt, és egy tengeri ország. És ők nevezték Kalmár szellőnek, tradewindnek azt a tengeri szelet, ami jól hajtotta a kereskedő hajókat. Na most ezt csinálni egy magyar falusi zsánerverset, és beletenni az angol tradewindet, amit a Shakespeare fordított. Igen, ezt szoktára fordítani. Hát ez ugyanaz, mint amikor a Kodály, a Te túl rózsám című mélyen erdélyi, és eredeti, és gyönyörű, egyedülálló, szóval ilyen népdalkincs nincs a világon senkinek, ezt mondom nyugodtan. Ezt a gyönyörű dal Debussy-s harmóniákkal adja. Na ezt nevezett, szóval, hogy mondjam,
az, nálunk a kultúrában mindig az a baj, amikor valami úgy nemzeti és úgy magyaros, hogy nincsen semmi kapcsolata a nagyvilággal, vagy fordítva, úgy nemzetközi, hogy semmi kapcsolata nincs ezzel a magyar valósággal. Na most hát ezt a Kodály nagyon tudta, meg a Petőfi. Ez egy hosszú rendezői pálya, nincs is vége, hál' Isten, de volt-e olyan pontja, ahol valami olyan felismerés elért, amitől kezdve egy kicsit más szemmel rendeztél, más eszközöket használtál, vagy nem tudom, más viszonyt alakították ki az énekesekkel, vagy a karmesterrel akár. De volt-e ilyen fordulópont, vagy irányváltási pillanat? Hát tulajdonképpen nem nagyon, nagyjából én mindig egy kaptafára rendeztem. De hát amikor filmet, televíziót, színházat rendeztem, mindig az a József Attilai arszpoétika volt a vezérem, hogy költő vagyok, mit érdekel a költészet maga. Szóval én soha nem rendeztem, ami arról szól, hogy milyen új formák vannak a színházban, hogy milyen új eszközök vannak. Ez engem nem érdekel, engem a világ érdekelt mindig. Milyen az emberek közti kapcsolat, mi történik a világban, mi van a szegényekkel, mi van a gazdagokkal, mint a Borisban, mi van a politikai manipulációval, mennyire tartós a civilizáció olyan vívmánya, mint a házasság, lásd Figaro házassága. Szóval engem mindig ezért az soha nem érdekelt, hogy most az a divat, hogy víz van a színpadon. Jaj, akkor nálam is víz van. Volt egy időszak, amikor mindenkit leöntöttek, ömlött a víz a színpadon, folyton esett az eső. Ennek a csúcsát Veronában láttam, ahol az Aidába a bevonulási indulóra volt bent egy hatalmas nagy ilyen gumitál, abban volt sok víz, és betettek 6 vagy 8 ilyen kajakot, és mert annyira a víz volt a divat. És aztán divat a férfi meztelenség. Volt egy idő, amikor nem tudtam úgy elmenni színházba, hogy ne lássak, ne dobja le egy férfi látványosan a nadrágját. Szóval a filmbe volt egy divat, amikor kötelező volt a kézi kamera, hogyha valaki nem rázta meg a kamerát, vagy jelzi, hogy ők, akkor az már nem volt korszerű. És hát ugye az operában is, hát ugye az a nagy divat, hogy nem a történet a fontos, hanem kérdem tisztelt. A narratíva. Mert akkor a Szofoklésznél se a történet a fontos, a Shakespearenél se, a Molière-nél se, már a barlang rajznál se, hát arról szól a művészet története, hogy történet van. Na jó, szóval azért mondom, nekem mindig arról szóltak a rendezésem, hogy mit látok a világban, mit látok magam körül, arról mit akarok elmondani. Soha nem arról szólt, hogy mi a korszerű éppen a színházban vagy a filmemben. Az egy másik kérdés, hogy mindig beletettem a magamét. Egybeesette mondjuk az énekesek, karmesterek iránti szereteted a közönség szeretetével. Ugyanazokat tartottad te is nagyra, akiket a közönség. Ez nem mindig felel meg egymásnak. Sok karmesterrel nagyon jól dolgoztam, mert persze az a baj, hogy én egy elvetélt karmester vagyok, mert tulajdonképpen mindig karmester szerettem volna lenni, tehát lehet, hogy a keleténél többet dumálok bele a karmesterek munkájába, szóval én nekem az borzasztóan fontos, hát hogy mondjam, hogy leleplezzem magam, volt olyan próbám éppen a Così fan tuttéból, amikor egy áriánál már egy fél órája azt elemeztem, hogy hol lassan, hol gyorsan, hol a forte, mit jelent a forte, mit jelent a piano, mit jelent. És amikor a szerencsétlen énekes azt kérdezte tőlem, jó, és akkor hova menjek, és akkor azt mondom, hogy teljesen mindegy, nem ez érdekel. Úgyhogy volt is karmester, akivel emiatt összevesztem. Mert nekem, hát mit csinálja? Minden operáról van egy zenei elképzelésem is. Ma este például megy a Rigoletto itt a színházban, és nagyon tetszik, hogy a Halász Péter dirigálja, mert ezeknél a daraboknál a legrémesebb, két rossz dolog van. A Verdinél, Puccinél. Az egyik, amikor úgy dirigálják őket, hogy úgynevezett etvas italien is ez. Tehát bejön a karmester 7-kor, föl van dobva, és nagy ritmusokat dirigál, és az egész gyors.
a másik rémes, amikor bejön a karmester, és azt mondja, hát most akkor valami egész más csinálunk. Most egy hideg, egy tárgyilagos, egy, az is rémes. Ez a mai, ez a jó, mert ez egyszerűen a tartalmakat dirigálja el. Az, ami a dologban meg van írva, a fordulatokat, a drámai csúcspontokat, tehát az, ami a műben van. Na, egyáltalán hadd mondjam, mert nekem egész művész életem arról szól, hogy ezt a két szélsőséget igyekeztem mindig elkerülni. Az egyik, ami számomra rémes, de televíziótól operáj, ami a banális, ami a közhely, ami a legprimitívebb, amire azt mondják, hogy ez kell a közönségnek, nem igaz, hogy ez kell. A másik oldalon meg mindig igyekeztem elkerülni az intellektuális lilaságot. Azt, amikor a művek ellenére, hát hogy mondjam, a színház önmagát akarja megvalósítani. Hát, na, ennyit magamról. Ugyanakkor a rendezőnek, hát csak úgy, mint a komponistának, el kell engednie a produktumát, tehát amikor kész a mű, akkor utána a színházak játsszák, mi is játsszuk a Rigolettót, itt beszélgetünk, és közben hallani a tapsokat. De milyen érzés, hogy nélküled megy tovább valami, ami a te szellemi terméked? Hát egyrészt, hát amíg élek, addig igyekszem, nem, hogy ne nélkülem menjenek tovább, azért próbákra bebejövök, előadásokra bebejövök, nem mindig, és nem eleget, de azért rajta tartom a szememet. A másik az vitathatatlan tény, hogy a repertoár színházaknak ez egy hátulütője, hogy mivel nagy a repertoár, ezért kevés a próba. Na most hát van úgy, hogy egy darab nem megy egy évig, másfél évig, megkopik. Egy év alatt egy picit, 10 év alatt talán sokat. Hát erre kéne vigyázni. Felveszük videóra, de az nem ugyanolyan. Hát az nem ugyanaz, szóval, hogy mondjam, a felújító próbákon, hát amikor bejövök, mindig arra igyekszem, a munkatársaim is ezt tudják, hogy ne arról legyen szó, hogy ki hova áll és hova megy, mert azt 5 perc alatt megjegyzik. Ne arról szóljon a felújítás, hogy kinek mi a színpad, hanem a dolog tartalmáról, hogy amit énekel, az miről szól. Én láttam itt ebben a színházban az elmúlt 2 évben olyan előadást például, ami egy, igen, hát hogy úgy mondjam, nem túl karakteres rendezésbe ment. Tehát a rendezés majd, de a darab egy remek mű, hadd ne mondjam, hogy mi és kicsoda. És akkor egyszer csak megérkezett egy zseniális külföldi énekes, aki értette a darabot, aki értett minden mondatot, és egyszer az egész kivirágzott. Van erről egy nagy történet. A következő, Nádasdy Kálmán mesélte, hogy ennyit a rendezésről, hogy ifjú korában kiment a Milánói Szkálába, egy nagy esemény volt, hogy megnézzen egy előadást, hogy végre lásson, és a bohém életet nézte meg a Milánói Szkálába, és hát ünnepi, ott ült, és élete nagy eseménye, és lement az előadás, és borzasztóan csalódott. Hát rémes öregek voltak a díszletek, a pocsékok, a ruhák, az énekar össze-vissza, ez a Milánói Szkála, mondta, hát hazament a szállodába, még egyszer elolvasta az újságokat, és mit olvas az újságba? Másnap is a bohém élet megy, de a G.I. énekel, a G.I. lesz a Rod. Hát azt mondja, hát, ha már egyszer életemben itt vagyok, akkor megnézem, hogy a G.I. hogy énekel. Elment az előadásra, gyönyörű volt a díszlet, remekek a ruhák, nagyszerű a kórus. Na ez az opera. Tanár úr, végezetül, ha választanod kéne most, hogy 4-et rendezel, vagy igazgatsz és 4 rendezővel veszekedsz, melyiket választanád? Igazgatás vagy rendezés? Hát, azt hiszem, ma már az igazgatást nem vállalnám, már az nagyon nagy teher. Rendezésbe is, hát annyit, amennyit még a korom megenged. Meglátjuk, hogy még egyáltalán tudok, remélem, bízom benne. Egy nagyon fontos. Én 51 évig tanítottam megszakítás nélkül a Színház és Filmművészeti Főiskolán, amit ma már egyetemnek hívnak.
51. év végén megkaptam a professzor emeritus címet, amit nagyon örültem, és utána rögtön abba hagytam a tanítást. Mert azt mondtam, hogy nem várom meg, hogy megunjanak. Na most, amint az első próbán azt fogom érezni, hogy a színészek nem örülnek annak, amit mondok, és én abban a pillanatban ezt ígérem magának, hogy abba hagyom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Tisztelt nézőink, jövő héten az Operáz Örökös Tagjai sorozatában Sólyom Nagy Sándorral beszélgetünk. Viszontlátásra!